Mind a képzőpartnerek, mind a tanulók részéről számos kérdés merül fel az új szakképzési rendszerrel kapcsolatosan. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályának duális képzési tanácsadói bármikor az érdeklődők rendelkezésére állnak. A szakképzés egy elég jelentős átalakuláson ment keresztül. Ez azt jelenti, hogy 2020. május 31 után, akik tanulói jogviszonyt létesítettek a szakképző iskolával, ők már az új rendszer szerint fognak tanulni. Ez azt jelenti, hogy nekik szakképzési munkaszerződést kell majd kötni a 9. évfolyam után. A szakképzési munkaszerződés egy merőben új téma a szakképzés gyakorlatban. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint egy normál munkatörvénykönyv szerinti állás. Itt is jár a tanulóknak szabadság, attól függően, hogy 18. életévüket betöltötték, avagy nem. Aki betöltötte, annak 30 nap jár évente, aki még nem töltötte be, nekik 45. A mindenkori minimálbérnek a minimum 60%-a jár nekik, ami akár 100%-ig is kitolódhat, de ezt a cég dönti el elsősorban. Ami még nagyon fontos, hogy a társadalombiztosítás szempontjából ők biztosítottnak számítanak. A munkaviszonyuk, amit kezdettől fogva létesítettek, ez nyugellátásban is beleszámít, tehát gyakorlatilag az eddigiekhez képest mondjuk nem 21-22 éves koruktól lesz nyugdíjellátottságuk, hanem már akár jó esetben 15 éves koruktól is. Érdemes tájékozódni a területi illetékes kamarának a honlapjáról. Itt számos segédanyag elérhető mind a cégeknek, mind a tanulóknak. Normatíva és költségkalkulátor van, aztán különféle háttéranyagok, jogszabályi keretek, minden fontos kérdés elérhető, illetve mi is állunk rendelkezésre, mint képzési tanácsadók telefonon vagy e-mailben. A tanácsadó szerint a megújult szakképzési rendszer a képzőpartner és a tanulók szempontjából is előnyösebb, hiszen előbbi akár a saját utánpótlását nevelheti ki, a diákok pedig olyan szakmai tudásra tehetnek szert, amelyet az iskolapadból nem tudnának elsajátítani. Én azt gondolom, hogy a tanulók számára azért lehet előnyös, mert ők nagy mértékű gyakorlatra tehetnek szert, és mondjuk nem csak 18 éves koruk után jutnak majd valamilyen munkatapasztalathoz, hanem már a tanulás során is beleszoknak a munkakörnyezetbe, talán sokkal otthonosabban mozognak majd a cégnél. Remélhetőleg az a cég veszi fel őket majd a dolgozójukként, akik most már tanulóként alkalmazzák, tehát mindkét fél számára ez előnyös lehet, illetve ami korábban esetleg probléma lehetett, hogy a tanulók, amikor kikerültek az iskolából, akkor ugye számos álláspályázatban az volt kiírva feltételként, hogy kellene valamilyen tapasztalat. Hát eddig nem nagyon volt tapasztalat. Most ezután azt gondolom, hogy lesz tapasztalat. És ez szerintem mindenképpen jó. Az iskolák szempontjából pedig azért lesz jó, mert a közismereti órákon kívül a tanuló a gyakorlatban látja meg azt, hogy mi hogyan zajlik, hogyan kell zajlódnia, és lesz összehasonlítási lehetőség mindkét fél részéről.